Kedves hallgatóság! Elérkeztünk a newtoni mechanikáról szóló utolsó előadáshoz, és ennek talán kicsit furcsa a cím-alcím kombinációja. Az ugye a főcím, hogy a newtoni mechanika, az alcím pedig a mechanika Newton után. Na, a következőt értsük alatta, itt Newton az a személy, a newtoni mechanika az pedig egy elmélet, ami Newtonnal kezdődött, de hát jócskán folytatódott az ő halála után is, a newtoni gondolatokra épített be, amikor ugyanúgy, mint a Pitagórasz halála után és a pitagóreusok, mint filozófiai iskola, működtek. Nos, szóval Newton lerakta az alapokat, a mechanika alapjait, de nagyon sok mindent meg kellett még oldani. Használhatóbbá kellett tenni az elméletet. Láttuk, hogy egy csomó fogalmat Newton egy kicsit pongyolán vezetett be. Vagy folyadékok és gázok dinamikájáról Newton nem beszélt. Vagy a kiterjedt testek mozgása, például a kerekeknek a dinamikája, pörgetjük dinamikája. Valamint olyan elméleti dolgok is, mint például, hogy lehet-e máshogy leírni a mozgásokat, mint Newton törvényei. Illetve hát, amit az előző videó vége fele boncolgattunk, a mi a tömegvonzás oka, kérdés, amire Newton nem tudott választ adni. A sikerek és a megfigyelési pontosság miatt nem is jutott eszükbe se a kortársaknak, se Newton után még egy jó darabig, hogy néhány kérdés nem is annyira magától értetődő, mint azt gondoljuk. Például valóban állandó a testek tömege? Végeztek néhány ellenőrző mérést, úgy tűnt, hogy igen, és az a feltételezés, hogy a testek tömege állandó és arányos az anyagmennyiségükkel, ez jól működött mindenféle esetben, tehát ezt egy eleve adott dolognak gondolták, hogy a testek tömege állandó, nem függ például a sebességtől. Vagy például mondjuk az időnek a múlása függ-e a mozgástól? Az derült ki, hogy nem, tehát mondjuk a test mozgásától nem függ a sebessége, és ezért ezt egy adott dolognak fogadták el évszázadokig. Van-e kitüntetett vonatkoztatási rendszer? Ezekre a kérdésekre majd a relativitás elmélet ad egy választ, de addig még több mint 200 év eltelik, amire Newton principiája után ez bekövetkezik, és nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy ezekre a kérdésekre nagyon egyszerű a válasz. Nos, ha a Newton utáni mechanikáról beszélünk, akkor a legfontosabb ember, akit mindenképp itt ki kell emelni, az Leonhard Euler-nek a személye, aki elsősorban matematikával foglalkozott, és egy matematika-történeti kurzuson most akár órákat lehetne Euler eredményeiről beszélni, fantasztikusan sok gráfelmélet megalapozásától kezdve a komplex számok nagyon érdekes tételeik, sok mindent köszönhetünk neki, de a mechanikai tudásunkat is gyarapította. Azt lehet mondani mindenféle költői túlzás nélkül, hogy ő teszi használhatóvá a newtoni mechanikát. Newton felfedezte az alapelveket, a maga nehézkes jelölésével és módszerével sok problémát megoldott, de a mai mechanika könyvek inkább alapoznak Euler munkáira, mert sok mindent rendbe rakott és használhatóvá tette ezt az egészet. Például ő már nagyon rendesen tisztázza a tömegpont, a gyorsulásnak az érintő és sugárirányú komponensei, meg egy csomó ilyen fogalmat, ami bizony Newtonnál még egy kicsit zavaros. Logikus kezelhető jelöléseket vezet be, és megadja a Newton törvényeknek a mai alakját, például az F egyenlő M-szer-A egyenlet, az tőle származik. De Euler az áramlástalan alapegyenleteit is elsőként írja föl, vagy a pörgetjük leírását, merev testek leírását, aminek egyrészt műszaki alkalmazása is van, nyilvánvalóan az ilyen tengelyeken forgó merev tárgyak hogyan rángatják a tengelyt, de csillagászati alkalmazása is van, például a forgó föld az sok ezer éves periódusra ilyen búgócsiga mozgást is végez, tehát a tengelye mindig más és más irányba áll, és ennek az okát Euler adja meg. Aztán Euler nagyon pontosan leírja a hajlított rudak elméletét,
Ugye ilyesmivel már Galilei is foglalkozott, amikor a rudak teherbírását számolta, de ő egyszerűen csak teherbírással foglalkozott, Galilei, nos Euler pedig megadja ezeket a dolgokat, amiket ma is egy mondjuk gépész jellegű szakon tanítanak, ezek a felületi tehetetlenségi nyomaték, vagy másodrendű nyomatéka, a keresztmetszetnek, meg a lehajlásnak a mértéke, ez mind Eulertől származik. De szivattyúk leírásával is foglalkozott. Mondhatni, Euler tette használhatóvá a mechanikát, és nem lenne hálátlanság az utókortól a newtoni mechanikát newton-euleri mechanikának neveznénk. Aztán az elméleti téren is sok fejlődés következett be. Meg kell mondani, hogy ide írtam szokás szerint két fejezet címet, ebből csak nagyon vázatosan kell annyi, amit itt fölírok, azért, mert ennek nagyon bonyolult a matematikai része, amit nem is érintek itt, csak az alapgondolatokat közlöm. Az alapgondolatok viszont roppant izgalmasak. A newtoni mechanikának olyan a szemlélete, amit szoktak differenciális vagy lokális szemléletnek hívni. Azt jelenti ez, hogy a testeknek egy időpontban van egy helye meg egy sebessége, hat rá egy erő, és az erő meghatározza, hogy a sebesség hogyan változik meg. Hoppá, itt a prezentációban egy kicsit rosszul írtam, nem a sebességet, hanem a sebesség változást határozza meg. A sebesség változást határozza meg, és ennek megfelelően a test tovább megy egy megváltozott sebességgel, itt már jól írtam. Tehát az erő a sebesség változást határozza meg. Tehát a mozgás helyről helyre, pontról pontra dől el. Ezzel szemben fölbukkannak, majd látjuk később az optikába bukkannak fel először olyan törvények, amik úgymond variációs szemléletűek, két pont közt a sokféle út közül azon megy a test, ahol valamilyen fontos mennyiségnek minimum vagy maximuma van. A mozgás tehát nem helyről helyre dől el, hanem egy globális optimumot keres. Hát álljunk meg, így működik a mechanika? A newtoni lokális gondolatot természetesnek tartjuk, de ezt a variációs gondolatot nem annyira. Na nézzük, csak most ugyanezt próbálom két ábrán bemutatni. Itt van a lokális szemlélet. Van egy test, itt van ez a barna test, itt van ebben a pillanatban, és ilyen a sebességvektora. Hat rá egy F erő, és egy picivel később ez az erő okoz neki valamilyen F perem gyorsulást, ha az delta t-vel beszorozzuk és hozzáadjuk a V-hez, akkor megkapjuk, hogy mennyivel változott meg a testnek a sebessége. Mi az új sebessége, és ezt mindig-mindig megismételjük, akkor helyről helyre kicsi lépésekben lekövetjük a testnek a mozgását. Kicsit megszemélyesítve, a test úgy gondolkozhat ebben az esetben, hogy itt és most ennyi a sebességem, az erő megmondja, hogyan változik meg a sebességem, és én ennek megfelelően egy picit megváltoztatom a sebességemet, úgy megyek tovább, tehát újra megváltozik a sebesség, helyről helyre dől el, hogy hogyan alakul a pálya. Ezzel szemben a globális szemlélet, vagy variációs szemlélet azt mondja, hogy ebből a pontból, ebbe a pontba én végtelen sok úton eljuthatnék, és a legkedvezőbbet fogom választani, tehát egy optimumot keresek, ahol bizonyos mennyiségnek a szélső értéke van, minimuma vagy maximuma. Lásd majd az optikában például a terjedési idő minimuma lesz egy érdekes elv, ami meghatározza a fénynek a terjedését. Na de visszatérve a mechanikára, egy Maupertuis nevű francia matematikus, fizikus fedezi fel az első ilyen variációs mechanikai leírást. Ő azt mondja, hogy a minimális hatás elvének nevezi ezt a törvényt. A végtelen sok lehetséges mozgás közül az valósul meg, ami a kezdő és a végpont között kiintegrálva az M-szervét, pillanat, nem véletlen nincs itt vektorja, ezt nem lehagytam, hogy tényleg így van. Tehát a lendület abszolút érték integrálja
Ez minimumot vagy maximumot vesz föl, tehát hogy szélső értéket vesz föl. Hát ez egyenértékű Newton törvényével? Kiderült, hogy igen. Ugyanazt a mozgást írja, csak más szemléletbe. Aztán az évek alatt több hasonló elv születik. A csúcsát ez a variációs szemléletű mechanika egy William Hamilton nevű matematikusnál írja el, aki hasonló alakot ír föl, mint Maupertuis, csak ő azt mondja, hogy az időben integráljuk az L úgynevezett Lagrange függvényt, ami egyszerű mozgások esetén a mozgás és a helyzetenergia különbsége, nem összege, hanem különbsége, na ez vesz föl szélső értéket. A mögöttes matematika meglehetősen bonyolult. Aki akarja, azért a Simonyi könyvben kicsit utána nézhet. Lehet, hogy egyesek önök közül tanulják valahol, bár általában az egyszerű mérnöki gyakorlatban nem használják őket, mög sok helyen pedig ezekkel lehet problémát jobban megoldani. Minden esetre az az érdekes, hogy kiderült, hogy mindezek matematikailag egyenértékűek a differenciális alakkal, az F egyenlő M-szerával. Be lehet bizonyítani, hogy az F egyenlő M-szerából mondjuk a Maupertuis elv levezethető és vissza. A másik is igaz. Na most akkor mi az alaptörvény? Melyik az igazi? Két teljesen eltérő matematikai formulánk is van, tehát nem is kettő, hanem több. Melyik az igazi? Mit követ a természet? Mi van a háttérben? De ez már nem annyira fizika, mint inkább filozófia. Most a testek pontról pontra döntik el, hogy merre kanyarodjanak, vagy egy globális optimumot követnek. Hatóok vagy célok az, ami a természetet irányítja, és itt már filozófiába sodrodnánk át. A praktikusan a fizikusok és a mérnökök azonban félretették ezt a dilemmát, és azt mondták, hogy sok esetben a variációs elvekkel lehetett egy-egy problémát megoldani. Például kiderült, hogy a nagyon részletes bolygó pálya torzulás számítást azt variációs elveken jobban lehet űzni, mint newtoni alapokon. És azt mondták, hogy hát matematikai egyenértékű, azt használjuk, ami kedvezőbb a mi számunkra. És ezzel nőtt az eszköztára azoknak a fizikusoknak, mérnököknek, akik mechanikai problémákat akarnak megoldani. De később majd látjuk, hogy ez a variációs szemlélet a kvantummechanikát is előkészíti. És még a newtoni mechanika, Newton utáni mechanikának egy fontos kérdését emelném ki ilyen általánosan, az égi mechanika fejlődése. 1700 után, ugye eddigre már 100 éve használnak távcsövet az emberek, bőven egy ívperc alá megy a mérési pontosság. Emlékezzünk, Kepler az 1600-es évek elején a két ívperc pontosságú tíhóféle mérésekhez igazította az elméletét. Szóval Newton élete végére már jóval egy ívperc alá mennek a bolygó pozíció mérések, és növelni kell a pontosságot. Newton megadja az alapokat, de nincs ideje teljesen kifejteni az elméletet, és sok későbbi matematikus, fizikus, például Laplace, Lagrange, Gauss, akiknek a nevével mondjuk az elektromosságtanban is találkozunk majd, fejleszti a matematikai apparátust, hogy a bolygópálya torzulásokat le tudják írni. És elérik a néhány ívmásodperces pontosságot. Tehát után követik, az elmélet és a megfigyelések szépen párba járnak, hol egyik, hol a másik pontosabb. De ezen kutatások közben kiderült az is, hogy az Uránusz mozgása eltér az elméleti jóslatoktól. Nem úgy torzul az Uránusz pályája, ahogy azt számították. Ez nem azt jelenti, hogy az Uránusz nem ellipszis pályán mozog, hanem csigavonalba, hanem az ellipszis máshogy torzul az évtizedek alatt, mint ahogy az ismert bolygók hatása okozná. És ezért kiszámolják, hogy milyen ismeretlen bolygó az, ami az Uránusz mozgását így torzítaná. Ez egy nagyon bonyolult számítás volt,
Ez egy inverse probléma volt egy sok változós differenciál egyenletben, és több évig szabad idejében egy Le Verrier nevű francia számolta papíron, függvénytáblázatok meg ilyesmi segítségével, de amikor a számítása végére ért, akkor írt egy levelet egy Gall nevű német csillagásznak, akinek jó csillagtérképei voltak, és jó távcsöve, és már az első észlelési estén megtalálja az új bolygót, amit később Neptunusnak neveznek el. Ez 1846-ban következett be. Ez a newtoni mechanikának hatalmas sikere volt. Ugye emlékezzünk a legelején a bevezetőkben mondottakra. Egy elmélet akkor igazán sikeres, hogyha tesz olyan jóslatot, amit utólag ellenőriznek, és igaznak bizonyul. Ez különbözteti meg a tudományt az áltudománytól. Ezen a téren nem teljesít jól például a csillagjóslás. Utólag sok mindent ki lehet dumálni, mert hú, de éppen a Jupiter meg a Saturnus vízjellegű csillagképben állt, és ezért mit tudom én, akármi, de az előre való jóslást, azt a csillagjóslást nem teszi meg jól, lásd Keplernél említettük ezt, ez viszont az egész világ számára a Neptunusz felfedezése megmutatta, hogy a newtoni elmélet nagyon komolyan vehendő. Azokból a bonyolult pályatorzulásokból le lehetett vezetni egy új bolygónak a meglétét. Valamint a newtoni mechanika alapján kifejlesztett pályaszámítással, üstökösök, kisbolygók pályaszámítását és megfigyelését lehetett megtenni, hogy a fejlődő távcsőtechnika ezt is lehetővé tette. Ennek megfelelően azt, hogy hogyan is történik a gravitációs erőnek a továbbadása, senki se firtatja, kísérleti tapasztalatként elfogadják, hogy Newton elmélete fantasztikus pontossággal írja le a naprendszer működését, és ezért mindenki elfogadja, hogy hát jó, ez így működik. Majd Einsteinnél erre még visszatérünk. És tulajdonképpen véget ért az, amit Newtonról és a newtoni mechanikáról mondtam volna, mégis a figyelmes olvasó észrevehető, hogy itt egy föld alakja és mozgása alfejezet kezdődik, és sok bogyó van itt a felső sorba, tehát sok oldalt mutatok, ezek nagy része képet fog tartalmazni, tehát nem lesz ez olyan hosszú. De most, hogy így a klasszikus mechanikát, a newtoni mechanikát lezártuk, szeretnék visszatérni erre a fontos kérdésre, a föld alakjára és mozgására, mert most válik teljessé a kép, valamint ez a visszatekintés a korábbi dolgokra, ez segít átlátni az összefüggéseket. Na nézzük csak, a Föld gömb alakú, a Föld alakjáról. Ugye a görög tudósok egyértelműen a Föld gömb alakjába hittek, nem sorolnám fel, hogy a Föld görbületét megfigyelték távolodó hajók esetén, Föld árnyék a Holdon, meg a szimmetrikus, meg is mérik az ókorba Föld kerületét, nagyságrendileg helyes értéket kapnak, a középkorban átveszik a görög eredményeket, és sejtik, hogy nem pont gömb alakú a Föld, bár akkor még nem elég a mérési pontosság, hogy a Föld lapultságát igazán kimutassák. Amiről viszont nem tettünk említést eddig, hogy az, hogy a Föld gömb alakú, az igaziból 1519 után lett 100%-ig biztos, akkor született meg az első direkt bizonyíték, hogy Magellán ekkor kezdte az utazását, aminek során végül is visszaért az ellenkező oldalról, tehát elindult nyugat fele, aztán visszajött keletről. Elég kalandos út volt az akkori hajókkal ez, nem is mindenki élte túl az utazást, de minden esetre az, hogy a Föld gömb alakú, az teljesen direkt módon bizonyítani csak az 1500-as években tették meg. Aztán Newton hozzáteszi, hogy a centrifugális erő miatt a Föld egy kicsit lapul, ki is számolja ennek a mértékét, amit később ellenőriznek, és igaznak bizonyul. Nos, itt van egy ilyen kis módicka diagram arról, hogy a gömb alakú a Föld, vagy lapos a Föld gondolat, az milyen korban, mekkora bizonyossági szintet ért el. Azt mondhatjuk, hogy gömb alakú a Föld,
ezt a rég múltban, mondjuk Pitagóra szék előtt, ezt azt mondták, hogy biztos nem, hanem inkább laposnak gondolták a Földet a rég múltban. Aztán Pitagórasz korától kezdve előjött a Föld gömb alakjának a gondolata, említettük a bizonyítékokat, Eratosztenész már meg is méri a kerületet, és ezért már az időszámításunk kezdete előtti időszakban átvált ez a görbe. Azt lehet mondani, hogy a lapos föld elmélete innentől kezdve nem lehet igazán komolyan venni, és szinte biztos, hogy gömb alakú a föld, már mondjuk Eratosztenésztől azt lehet mondani, hogy zöldre váltott ez a csík, a gömb alakú a föld. De még nem teljesen sötét zöldre, mert a direkt kísérleti bizonyíték ugyancsak Magellánnal következik be az 1500-as évek elején. Tehát a Föld gömb alakja az már az ókortól tekintve nagyon-nagyon valószínű volt, ezért ez a világosabb zöld, de egészen bizonyossá csak Magellán teszi ezt a dolgot. Nézzük meg ezt a diagramot, építsük fel a Föld forgásának a kérdése esetében. Ugye a görögök azt mondták, hogy elvben lehetséges, mert a gömb alakú Föld szabadon lebeg az űrben, akár forogna is, csak hogy a peripatetikus dinamika alapján azt mondják, hogy de akkor éreznünk kellene, és ezért elvetik a Föld mozgásának az ötletét. Arisztarhosz kiméri, hogy a Nap sokkal nagyobb a Földnél, és ezért inkább ezt tartja középpontnak, de ugye ő se tud választ adni arra a kérdés, hogy miért nem érezzük a mozgást, és majd csak az 1300-as években Oresmiuszék azok, akik egyrészt kimutatják, hogy az arisztotelészi mechanika nem az igazi, megadják a mozgástan alapjait, és azt mondják, hogy a Föld mozgása elképzelhető, Oresmiusznál már fölbukkan a vonatkoztatási rendszer gondolata és a relatív mozgásoknak a használata. Aztán Kopernikusz napközéppontú rendszerét még matematikai hipotézisként kommentálja. Tycho Brahe azt mondja, hogy nagyon pontos megfigyeléseket végez, de mivel nem érezzük a Föld mozgását, ezért azt mondja, hogy ezért a Föld áll, nem feltételezhetjük, hogy mozog, éreznünk kellene. Kepler sem jut előbbre, hiába pontosítja a bolygó mozgást, és Galilei, aki megfogalmazza a galilei féle relativitási elvet, adja meg az alapokat arra, hogy miért nem érezzük a Föld mozgását. De nem tudja igazán bizonyítani. Emlékezzünk, Galileinél mondtuk, hogy egy kicsit zűrös volt, hogy a Föld forgásából vezeti le Galilei tévesen az árapályt, vagy a passzátszeleket, és egy kicsit önmaga is belezavarodik, hogy most akkor az egyenletes mozgás érezhető-e, vagy se. És Isten igazából Newton az, aki megmondja, hogy miért nem érezzük a Földnek a forgását. Ugyanis Newton kiszámolja, hogy bár nagy sebesség következik a Föld forgásából, a gyorsulás elhanyagolható. Newton konkrétan kiszámolja, és aki megnézi a Simonyi könyvet, ott benne van Newton egy ilyen firkapapírjának a másolata, ezt is megőrizték, Newton akkora híresség volt életében, ahol először kiszámolja tételesen egy ilyen foltos sajtpapíron, hogy mekkora gyorsulás következik a Föld forgásából. Az jön ki, hogy a gravitációs gyorsulás 2000-eléke. Tehát hiába nagy a sebesség, pici a gyorsulás. Ráadásul a centrifugális erő miatt ugye enyhén lapult a Föld, és ezt nagyrészt kompenzálja. A részletekben most nem tudok kitérni, mert hosszú lenne, de az a lényeg, hogy Newton nagyon pontosan megadja azt, hogy miért nem érezzük a Föld forgásának a hatását. Lényegében a Föld egy adott pontján ez a centrifugális erő, ami hozzáadódik a gravitációhoz, ez egy állandó mértékű, és ezt hisszük gravitációnak, amikor mérünk például függővonal, vagy vizsgáljuk a testeket, testek esését, de ez csak a harmadik tizedes egyben okoz valami változást. A centrifugális erő okozta lapultságot Newton kiszámolja, és az 1700-as években meg is erősítik
pontos földmérésekkel. Szóval Newton megmutatja, hogy ezért nem érezzük a föld forgását, mert nagyon pici gyorsulás jár ezzel. A föld keringésével kapcsolatban is ugyanez a helyzet. Nos, Newton után senki se veszi komolyan, hogy a föld állna. Senki se kételkedik abból, hogy forog a föld, és kering a nap körül. Igen ám, csak hogy még hiányzik a direkt kísérleti bizonyíték. A föld gömb alakja esetén ez ugye magánál útja volt. Itt viszont hiányzik az, hogy valaki megmutassa, hogy mégiscsak vannak valami nagyon-nagyon pici hatások, amik a föld keringését vagy forgását tükrözik. Érdekes, hogy először nem a föld forgására, hanem a keringésére sikerült bizonyítékot adni. Egy James Bradley nevű csillagász 1728-ban, ugye Newton élete vége fele, bizonyítja be, hogy a földről, a föld keringés irányára merőlegesen nézve egy picit eltolódni látszanak a csillagoknak az irányai, lényegében azért, mert a föld sebessége már kezd a fénysebességgel összemérhetővé válni. Erre majd később egy külön előadás a fénysebességmérésnél kitérünk. Annyit jegyezzünk itt meg, hogy Bradley 1728-ban az alapján bizonyítja a föld keringését, hogy ez hatással van a csillagok pozícióira. Szabad szemmel nem látható, 20 ívmásodpercnyi, 1/3 ívpercnyi ez a hatás, mindenképp távcső kellett ehhez. Aztán az 1800-as években egy Bessel nevű csillagász pedig bebizonyítja, hogy a Föld napkörüli keringése miatt a közeli csillagok eltolódni látszanak a távoliak háttere előtt, ez is a keringés egy direkt bizonyítéka. Na de jó lenne valami felszíni bizonyíték. Newton elmélete alapján elvileg ki lehet számolni, hogy mégis mi következik a Föld forgásából. Ugye a centrifugális erő ellapítja a Földet, kicsit megváltoztatja a gravitáció plusz centrifugális erő irányát, tehát amit gravitációnak érzünk, de kell ezen felül is lenni valami hatásnak. Egy Coriolis nevű francia az, aki az 1800-as évek elején rendbe rakja ezt az elméletet, és megmondja, hogy a forgóföldön a centrifugális erőn kívül más erők is föllépnek, például az utókor által Coriolis erőnek nevezett erő. Ez azt mondja, hogy abból is származik egy erőhatás, hogy az egyes pontok eltérő szögsebességgel mennek. Ez az erőhatás nagyon pici. Például kiderül, hogy a mi szélességi fokunkon, ha megy egy Forma 1-es versenyautó 360 km per órával, 100 méter per szekundummal, ugye ez Coriolis idején, ez az ágyugójók sebességének a nagyságrendje. Nos, szóval ebben az esetben az autó súlyának az egy ezreléke a Coriolis erő. Tehát ez a legkisebb göröngy az úton sokkal nagyobb hatású, tehát nem csoda, hogy ezt nem könnyű kimérni. Az elmélet se egyszerű, és a kísérleti kimutatás is nehéz. Tehát még az 1800-as években nincs meg a direkt bizonyíték a föld forgására. Mindenki tudja, hogy forog, mert más elmélet nincs, ami jól leírná a világ mindenséget. De kiderül, hogy vannak ilyen esetek, például, ha elképzeljük itt a Földet, hogy forog a tenger körül, a sarokhoz közelebbi pontok kisebb sebességgel mozognak, a lentebbi egyenlítőhöz közelebbi nagyobb sebességgel mozognak, ezért, hogyha itt kiragadjuk Magyarországot, ami egy kicsi rész csak a földgömbből, azt mondjuk, hogy Pécs nagyobb sebességgel mozog a föld forgása miatt, mint mondjuk Vác, és ezért, hogyha egy rakétát lő neki itt, vagy egy lövedéket lő neki valaki délről északi irányba, az a földhöz képest jobbra sodródni látszana, mert viszi magával a délen mért nagyobb, jobbra mutató sebességet ezen, itt már kisebb a föld forgási sebessége, és ezért bekövetkezne ez. Kísérletileg ezt az 1900-as évek elején az első
sok száz kilométerre repülő ágyú lövedék, 100 kilométerre repülő ágyú lövedékeknél és rakétáknál tapasztalták ezt a jobbra húzást. Aztán még az 1800-as években vetették föl a testek keletre esését, amit nagyjából ki is tudtak mutatni, csak bizonytalan volt egy picit a zavaró hatások például a szél miatt. Egy magas torony teteje a földforgása miatt kicsit gyorsabban megy, mint az alja, és ezért egy lejtett kő nem pont a tornyot fogja követni, hanem kicsit megörökli a fönti nagyobb sebességet, és egy picit keleti irányba fog esni. Ezt nagyon nehéz kimutatni a zavaró jelenség. A legkisebb szél nagyobb hatású, mint ez. És végül elérkeztünk oda, hogy 1851-ben egy Léon Foucault nevű francia végül előállt az első hatásos kísérlettel, ami bemutatja, hogy a Föld igenis forog. Foucault-nak az volt az ötlete, hogy felfüggesztett egy nagyon magas ingát egy épület belsejébe, hogy a szél ne zavarja. De a kép egy kicsit rossz minőségű, talán látszik, hogy itt van egy golyó, és itt van fölfel egy vékony fonál. Ő először egy nagy párizsi templomban állította ezt föl, valami 60 méternél is hosszabb volt ez a fonál, és ilyen 40 kilós volt a súly az alján, ha jól emlékszem, vagy 40-50 kilós. Nos, ez az inga, hogy szép komótosan leng, a korioli erő miatt lassan körbefordul. Vagy máshogy mondva, az inga meg akarja tartani a lengési síkját, és a Föld meg kifordul alatta szép lassan. Ez volt az első direkt kísérleti bizonyíték 1851-ben, hogy a Föld forog. Ez volt az első hatás, ami megmutatta direktbe. Itt van egy rekonstrukció Foucault ingájáról, ugye az eredetit lebontották, nem lehetett mindig ott az, de ez egy méret, ez egy hű másolata az eredeti leírások alapján. Itt van ez a nagy súly, ami leng, az alján van egy kis tüske, és ez a tüske ezeket a bábukat mindet földöntötte, eredetileg itt szépen sorra föl voltak ezek a bábuk állítva, és ahogy az inga lengési síkja változott a földforgása miatt, hogy percről percre mindig odébb ment ez az inga síkja, és más golyókat döntött, új bábukat döntött le. Mi kell a sikeres Foucault inga kísérlethez? Nagy méret tömör súly, hogy a közegellenállás ne zavarjon, szabad felfüggesztés, hogy az ne befolyásolja, zárt tér, és ügyesen kell elindítani, hogy ne imbolyogjon. Ezek megoldhatók. Az a döbbenet, hogy igaziból már a görögök meg tudták volna csinálni. Csak nem jutott eszükbe ez a dolog. Pedig ez mindennél világosabban bizonyítja, hogy a Föld igazán forog. Itt is néha több évvel ezelőtt bemutattuk az egyetemen a kutatók éjszakáján, meg is van még a laborban az inga, csak ugye nem tudjuk hova állandóan fölszerel, mert valahol mindenkit zavarna. De visszatérve a mozog-e a Föld kérdésre, itt van az áttekintés. A Föld mozgását Oresmiusig nem lehetett komolyan venni. Oresmius az első, aki a relatív mozgásokról rendesen beszél. Ugye a görögök ebbe teljesen bele voltak zavarodva, lásd a Zénon vonuló katonák példáját. És tehát Oresmius után, tehát az 1300-as évek után válik sárgává, tehát a föld, hogy elfogadható szintűvé a Föld mozgása, bár inkább világos zöldnek jelölöm a nyugszik a Földöt, azt tűnik a valószínűbbnek. Miért nem érezzük a hatását? Aztán Galilei ugyan nagyon sokat érvel az 1600-as évek elején, hogy már pedig mozog a Föld, de, mint mondtuk, ezt nem tudja igazán bizonyítani, és végül Newton az, aki a principiában megmutatja, hogy a gyorsulás az, ami számít, és már pedig a gyorsulás nagyon pici, hiába nagyok a sebességek. És Newtonnál következik be, hogy zöldre vált a mozog a Földnek a jele. De sötét zöldbe csak 1851-ben Foucault-nál váltjuk. Ugye ez a váltás a Föld gömb alakja esetén, ez a Föld körbehajózása volt. Na most az ennek megfelelő a Föld forgás esetén az a Foucault-inga kísérlet, ami 1851-ből származik. Nem is olyan egyszerű ez a kérdés.
Tehát amikor sokszor emlegetjük ma, hogy jaj, de buták voltak a régiek, hogy mozog-e, hogy nem hitték el, hogy forog a Föld, akkor azért idézzük fel ezt, meg az elmondottakat, de leginkább azt, hogy a direkt kísérleti bizonyíték csak 1851-ben állt elő. Jó, hát előtte is lehetett, Newton után azért már biztosak lehettünk benne, hogy a Föld forog. És egy záró gondolat, a newtoni mechanikának a vége az 1800-as évek végén következik majd be, erről beszélünk. Ugyanis sok olyan mérés született, ami a newtoni mechanika alapján nem volt leírható. Például a nagyon nagy sebességű mozgások nem voltak leírhatók a newtoni mechanikával, a kisméretű tárgyak törvényszerűségei nem voltak leírhatók, és a gravitáció oka, mi történik a nagy tömegű testek közelébe, ez se írja le jól a newtoni mechanika, de hát ez az 1800-as évek legvége lesz majd. Ebből nő ki a relativitás elmélet és kvantummechanika, amit majd tárgyalunk is a fél év vége fele. Mindezek ellenére a newtoni mechanika ma is erős használatban van, mert a legtöbb esetben jó közelítést jelent, ha nem műholdat tervezünk, vagy katódsugárban majdnem fénysebességgel rohangáló elektronokat számolunk, akkor nagyon jó a newtoni mechanika pontossága. A relativitás és elmélet és a kvantummechanika kijelölte, hogy milyen körben pontos a newtoni mechanika, tehát hol lehet használni, és hát a newtoni mechanika oktatási célokra is nagyon jó, ezen lehet megtanulni, hogyan működik a fizika, úgymond. Ezért képezi azóta is az összes fizikakurzus alapját a newtoni mechanika, mert ezen jól meg lehet tanulni a fizikának és a tudománynak a működését. Remélem, az, hogy ennyire részletesen átnéztük a newtoni mechanika történetét, önöknek is sikerül megértetni, hogy hogyan működik a fizika történet, hogyan épülnek egymásra az új és új felfedezések, és kicsit más szemmel nézik a régmúlt embereknek a gondolkozását. Köszönöm a figyelmet!